150 évvel ezelőtt, 1865. február 13-án született a kétszeres Kossuth díjas magyar festő, kiváló művész Csók István. Csók István Budapesten kezdte 1882-ben tanulmányait, Székely Bertalan, Lotz Károly tanítványaként, majd Münchenben és Párizsban folytatta. A művészettörténészek leírásai alapján Csók István a 20. század kiváló impresszionista festője volt, aki egyéni látásmódjával, ecsetkezelési technikájával és gazdag színvilágával a mai embert is elkápráztató festményeket alkotott. A 20. század egyik legjelentősebb magyar képzőművésze, az életöröm festője 96 éves korában, 1961. február 1-én hunyt el Budapesten. Csók István festői nagysága előtt egy a születésének 150. évfordulója alkalmából megrendezett emlékkiállítása a tisztelektek. A budapesti Várkert Bazárban bemutatott több mint 60 alkotás csupán egy szelete a művész majd 8 évtizedet felölelő hatalmas életművének. Ehhez kapcsolódóan Tatán egy másik nagyszerű kiállítást rendeztek, ami Csók István munkásságát mutatja be. A vándorkiállítást a művész jogutódja, fogadott unokája, Palotainé Kali Gabriella nyitotta meg, aki szoros kapcsolatban állt a családdal. Én abban az időben jártam középiskolába, amikor az középiskolákat államosították. Tehát én katolikus iskolába jártam, és 48-ban államosították az iskolákat, tehát már 48-ban nem mehettem vissza a Ranolderbe, és nem lakhattam ott, és ez probléma volt. No most a nyarakat Csókék, Zűző és Pista bácsi nálunk töltötték Dunaföldváron. És ott beszélgettek a szüleim erről, hogy most mi lesz a Gabival, hova fog menni, hol fog lakni, mert hát azért mégis jó volna befejezni az iskolát. És akkor szóval, tehát ez nem kérdés. Ez természetes, hogy hozzánk jön lakni. Akkor ők a Gorki, akkor nem Vilma királynő út 32-nek, Vilma királynő volt, a út volt akkor, azóta már annyi elnevezése volt ennek a Ligeti, most Ligeti fasor, 32-ben laktak, gyönyörű, hatalmas nagy villa volt, három professzor lakott ott, a Rubányi sebész professzor, a földszinten a Moravcsik nyelvész professzor az első emeleten, és a második, harmadik emeletet lakta a Csók család, illetve Csók István és a lánya Zűző. Most ez egy 8 szobás lakás volt. Hát elfértem. Az ebédlő volt olyan 6 méter x 4 méteres, csodálatosan szép faburkolattal, stukkós kazettás mennyezettel, bordó brokát tapétával, és hát a többi szoba is hasonlóképpen, és mind-mind addig bútorokkal berendezve. Ezt azért hangsúlyozom így ki, mert később ennek lesz valami értelme, hogy miért mondtam én el ezt a sok csodálatos, szép dolgot, ami ott engem fogadott. Én egy kispolgári családból származom, és nekem ez a nagypolgári művész élet, ez bizony először egy kicsit olyan furcsa volt. Bár nem volt bizarr, szóval nem olyan volt, amit mondjuk azt mondaná az ember, hogy jaj, hát hogy élnek ezek a művészek. Szigorú erkölcsi rend volt. Csók Istvánnak a jelszava Isten, haza, család. És ő, mint művész sem szegte meg ezeket a kritériumokat. És bizony ott is engem szigorúan fogtak. Hát így kerültem én be ebbe a nagypolgári művész családba, ami számomra hát akkor egy óriási élmény volt egy fiatal lánynak, ugye, hát művészek, festőművészek, szobrászok, színészek, adták egymásnak a kulcsot, sőt, én számtalanszor kísértem Pista bácsit színjei vacsorákra, vagy a Fészek klubba, akkor még a Fészek klub nagyon működött, és akkor még rengeteg művész járt oda, ott ismertem meg nagyon sok színészt,
és Bajor Gizi volt például nálunk délutáni teán, akkor még a délutáni teák voltak a divatosak, és akkor a sárga szalomba szolgálták föl a teát. Úgyhogy ilyen emberek társaságában, mint a szivacs, szívtam magamba az akkori kultúrát, az ő nagyszerű, csodálatos elképzeléseiket. Ez számomra egy csoda volt. Azon a héten, mikor én oda kerültem, az én szobám a műterem mellett volt, és a műteremben volt egy fogadás. Ami nem dorbézolásból állt, hanem voltak ugyan italok, de kevés, csak borok és üdítő, hát üdítőitalok, szódavíz meg ilyesmi volt akkor abban az időben, 48-ban még üdítőitalok nem léteztek, és tea. A teát azt nagyon szerették, és elteázgattak, sétálgattak a műterembe, beszélgettek egymással, és nagyon-nagyon kellemes dolog volt, és akkor én figyeltem az ő társalgásukat. Elsősorban gyönyörűen beszéltek. És hála a jó Istennek, én nagyon sokat tanultam, nem csak abban az iskolában, ahova jártam, mert ott is kiváló magyar tanárunk volt, hanem abban a társaságban is a szép beszédet. És erre a Pista bácsi nagyon sokat adott is, hogy igenis olyan nyelvünk van, a magyar nyelv, amit nem szabad elcsúfítani. Azt csak szépen lehet beszélni. Még abban az esetben is, hogyha tájszólással mondja az ember, mert ő szerette a sáregresi tájszólást. Egyszer elmesélte nekem, hogy a Balomba, ahol született, ugye ő Molnár fiának született, mint Rembrandt, ő nagyon boldogan és büszkén mondta ezt, hogy én Molnár fiának születtem, mint Rembrandt. És elmesélte azt, hogy kisgyerek volt, és a hatalmas nagy Malom udvaron, a homokba kis nyírfa veszőcskével rajzolgatott. És jött a Bordát sógor valamelyik szomszéd községből, és megfigyelte, hogy a gyerek mit csinál a homokban. Egy elég vézna fiúcska volt, tehát nem Molnárnak való, nem zsákcipelésre alkalmas testalkattal, és bement az édesapjához, Csók Lajoshoz, és azt mondta neki, és ezt olyan édesen tudta ő elmesélni, hogy hát ide hallgass, sógor, ebből a gyerekből ugyan Molnár nem lesz. És akkor az apja úgy ránézett a sógorra, aztán már miért nem? Hát olyan gyönyörűen rajzol, olyan csodákat csinált oda a homokba, hogy ebből a gyerekből piktor lesz. Na most ez a szó, hogy piktor. Ez abban a kis, talán 5-6 éves, nem tudom hány éves lehetett akkor, ebben a kisgyerekben úgy benne maradt, hogy piktor. És világ életében ő azt mondta, én piktor vagyok. Vagy föstő. Ha azt mondták neki, hogy művész úr, hú, borzongott tőle. Borzongott tőle, pedig épp az előbb találtam meg egy olyan levelet, amit méltóságos Csók István úrnak a Széchenyi Jockey Club küldi, és mint a, ilyen szövegekkel, de nem, ő piktor maradt, és ő föstött. Tehát szerette a szép irodalmi magyar beszédet, ugyanakkor nagyon élvezte az ilyen tájszólásos társalgást is. Felépítésre egy kicsi zömök gyerekkorában eltörte az orrát, és egy kicsit ugye az orr betör, ilyen kis
a boxoló orra volt. Külemre, hát nem volt egy Adonis, de sugárzott. Ez az ember sugárzott. Szóval nem csodálom, hogy Nagy Julianna, aki ugye a felesége lett, elég későn nősült meg, és a fiatal, gyönyörűséges, szépséges Nagy Julianna, aki egy Rubenszi szépség volt, telt, idomú, hatalmas, nagy, vöröses-barna hajjal, és egy gyöngyházfényű bőre volt. Szóval olyan nő volt, akit le kellett fösteni. Annyira. És az aktképeinek a nagyon nagy százalékátnak ő volt a modellje. A Zsuzsanna és a Véneknek, a Támárnak, a műterem saroknak. Szóval nagyon-nagyon sokszor ő volt a modell, mert gyönyörű volt. Gyönyörű volt. Szóval volt egy kisugárzása neki, és nem csak a kisugárzása, hanem hallatlan intelligenciája. Na most ő az életét ugye úgy kezdte, Sárekresen született, ott beadták a gimnáziumba, Székesfehérvárra, ahol hát valahogy elvégezte a gimnáziumot, utána Pestre a mintarajziskolába, és a mintarajziskolából Münchenbe került, ahol volt egy professzor, aki óriási nagy egyéniség volt, a Löfz professzor, az akkori festőgárdának. Nagyon sokan akartak hozzá menni és rajztanulást tanulni, de ő inkább az akadémista stílust képviselte, és Pista bácsi egy idő után ezt megunta, és álmai álma volt Párizs, a Julien Akadémia, ahol már az impresszionisták dolgoztak, és neki ez volt álma vágya, hogy egyszer oda eljusson. Hát sikerült neki. És én állítom most is, persze én nem vagyok művészettörténész, meg nem is értek a dolgokhoz, de én azt mondom, hogy ha ő valahol Bretagne-ba, vagy a Côte d'Azur-on, vagy Párizs mellett, vagy valahol Franciaországban született volna, akkor ő a világ egyik legnagyobb impresszionistája lenne. Mert olyan ecsetkezelése volt, olyan színeket használt, és ott a Julien Akadémián megtanulta azt, amit neki tanulnia még kellett, és utána pedig önmagát adta. Tehát nem azt föstötte, amit tanult, hanem ami önmagából jött. Ezzel kapcsolatosan hagyd meséljem el a színeket, jó? Egyszer elmondta nekem. A lakás olyan volt, hogy a nagy műteremből nyílt egy hatalmas nagy sárga szalon, ami szintén ilyen faburkolatos, tukkós, sárga brokát kárpittal volt, és gyönyörű szép Biedermeier garnitúra volt benne. De nem ez volt az érdekes, hanem egy hatalmas, nagy ablak és ajtó a teraszra nyílt. Na most ez üvegablak volt, és hát valami csodálatos színeket sugárzott. Ezt Rót Miksa, a nagy üvegművész csinálta ezt az ablakot, és csodálatos íriszek voltak rajta, sárga, kék íriszek. És egyszer egy délelőtt folyamán, nekem azt hiszem már érettségi szünetem volt, mentem be, és ő is ott ült a szalomba, és figyelte a fények átszűrődését az üvegablakon. És akkor mondta, gyere, ülj ide mellé. Akkor ő már olyan, már a szeme kicsit romlott, 87 év körüli volt, azt mondja, nézd meg. És akkor nyitotta az ajtót, hogy most nézd meg, most milyen a sárga, ha becsukom, most milyen a sárga,
és nézd meg, az Üzsi idehozta nekem a kávét, és a kávé gőzében milyen a sárga. Hát nekem ez soha életemben eszembe nem jutott volna, ez csak egy festőnek jut eszébe, hogy, és valóban más, nem hogy a sárga szín volt más, valahogy a fénye, a visszatükröződése tényleg más volt. És ők ezt gondolom, a festőművész, ez még felfokozottan az ő lelkébe benne van, és akkor azt a színt úgy keveri ki, és rakja a vászonra. Ez nagyon-nagyon érdekes volt. Egy csodálatos nagy terasz volt a műteremhez, ahova nagy platánfák lógtak be. És olyan szívesen ücsörgött ott kint a nagy teraszon, a perzsa, ekkora nagy perzsa macskája volt, a perzsa macskával az ölében, azt simogatta, és azt mondja, tudod, kislányom, annyira jó, hogy vannak körülöttem emberek, de van körülöttem élőlény, és ez az élőlény is szeret engem, és én is szeretem őt. És ezt úgy eltanultam tőle, hogy az ember nem maradjon egyedül öregségére sem, hanem tényleg legyen körülötte élő lény. Aki, ha reggel fölkelt a Pista bácsi, rendbe tette magát, ment fösteni, de bejött a Cilumilu, így hívta, bejött a Cilumilu, megsimogatta, azt mondja, szeretlek, Cilumilu. Tudod, milyen jó kimondani ezt a szót, hogy szeretlek? Tehát ilyen ember volt ő, akinek a szíve tele volt, szíve, lelke, szeretettel. Tüneményes kapcsolatunk volt. Megmondom miért. Mert ő is utálta a matematikát, és én is. És amikor érettségire készültem, azt mondja nekem, hogy miért lógatod úgy az orrodat? Mondom, Pista bácsi, le kell érettségiznem matematikát. És annyira nem tudom. Engem annyira nem érdekel. Ahogyan már, fiam? Én se kémiát, se fizikát, se matematikát, én azt nem szerettem. Mégis ember lett belőlem. Szóval mindig bíztatott, és inkább ő is a humán tárgyakat szerette, és én magam is inkább ahhoz vonzódtam, és nem is apa, és nem is nagyapa kapcsolata, még annál is valahogy egy olyan megértette a lelkünk egymást. Ez volt a csodálatos benne. Például, erre is mondok egy példát, mentünk operába, kísértem őt. És azt hiszem valamelyik Wagner darabhoz, mert Wagnert szerette nagyon, képes volt a trilógiát végigfütyülni. És felszállunk, akkor még járt ott a 9-es villamos, felszállunk, és mondom, Pista bácsi, tessék helyet foglalni, van még egy hely. Végig miért? Én? Egy hölgy jelenlétébe leülni? Én voltam 17-87. És akkor látta azt rajtam, hogy értettük meg, látta azt rajtam, hogy bizony nekem a Wagnerhez sajnos most sem nagyon fűlik a fogam, meg kell, hogy mondjam, én zeneileg műveletlen vagyok, és rossz a fülem is, és nem, Wagnert nem nagyon szerettem. És akkor kedveskedni akart nekem, és elvitt az Aidához. Akkor inkább olyan könnyebb dolgokat, hogy szóval annyi figyelem volt benne, annyi kedvesség volt benne, hogy őt nem lehetett nem szeretni. És a hála Istennek a lánya is élete végéig mellette maradt. Sajnos én, amikor kimentünk Lengyelországba a férjemmel, mert őt oda helyezték. És ugye akkor még 59-ben ez nem volt olyan, hogy ripsz-ropsz jövök haza és megyek.
bizony évente egyszer-kétszer jöttünk haza, és akkor már én ritkábban találkoztam vele, akkor már ő 90 fölött volt, és festett volna még akkor is, mert a két óriás vásznán még dolgozott, de a szemeivel probléma volt, és sajnos zöld hályog volt, ugye, amit nem tudtak orvosolni, és ez őt nagyon bántotta. De mindemellett, hogy nem tudott, nem látott úgy, nem tudott úgy festeni, nem tudott úgy dolgozni, azért minden áldott nap lement a műterembe, a két nagy vásznát, a boszorkánytánc meg a nirvána, azon valamit csak kapirgált, piszkált, vagy festegetett, vagy valamit csinálgatott, ezt már a lányától, Zsüzsütől tudom. Bár akkor nagyon nehezen tudott festeni, illetve hát csak piszkálgatta a vásznakat, de nem volt egy megkeseredett ember. Szóval ez neki valami olyan fantasztikus tartása volt, és ez a tartása, ez mint magyar ember is. Egy nyakas, kálvinista, Kossuth kötésű magyar volt. Mikor mi kimentünk Lengyelországba, átfogta a vállamat, és azt mondta, kislányom, ne feledd el, hogy magyarnak születtél. És a gyerekeidet magyarul tanítsd, ha külföldre mentek akkor is. És a gyerekeid minden este imádkozzanak a Kárpát hazáért és a magyar nemzetért. Nem Magyarországért, nem a magyar népért, a Kárpát hazáért és a magyar nemzetért. Ez valamivel többet jelent. Többet jelent. Valamikor ebben az óriási lakásban szakácsnő szobalány Inas volt. Mert hát ugye hatalmas szobák voltak, és fűteni kellett, akkor nem volt központi fűtés, csodálatos kályhák voltak, fűteni kellett. A Zsüzsünek a szobája is, körülbelül mint a konyhám, meg ez a szoba együtt akkora volt, és az egy rózsafa bútorral volt berendezve. És tengeri náddal így körbefonva a székek, a fotelok, és a középen ilyen ovális alakú rózsafa rész, ami kézzel festve volt, kis alakok voltak rá festve, gyönyörű mitológiai jelenetek voltak rá festve, nagyon szép volt. Ez a garnitúra megvan most is, és a Cecei Múzeumnak adományozta. Ez az, hogy Csók Júlia a 8 szobás lakásnak minden darabját odaajánlotta. Cecei Múzeumnak, a Székesfehérvári Múzeumnak, a Nemzeti Galériának, a Kisceli Múzeumnak, a Kelet-Ázsiai Múzeumnak és a Néprajzi Múzeumnak. Mire mi hazajöttünk Lengyelországból, ő egy egyszobás, kicsi kis lakásban lakott, teljesen elhagyatva, és onnan hoztam én le Tatabányára. Na, bocsánat, de onnan indultunk el, hogy zajlott az élet egy ilyen nagy lakásban. Amikor én oda kerültem, akkor már személyzet nem volt, hetenként jött egy asszony, aki hát valamennyire összetakarított, és Zsüzsü megtanult főzni, már amennyire, de azért megtanult. És megint csapongok. A Pista bácsi például a paradicsomlevest, csak az Altwin porcelán tálból, aminek piros szalag futott a szélén körbe, abból ette meg. Ez olyan aranyos dolog volt, hogy itt is a színek egy festőbűvésznél. Abból ette meg, ha nem azt a tányért tettük elé, paradicsomleves, már hol a tányérom? És akkor azt kellett előadni. És akkor reggelenként a Pista bácsi a fürdőszobából már is ment a műterembe, és ott pepecselt szinte egész nap. Hát délutánonként elbóbiskolt, ugye reggel Zsüzsü levitte neki a kis 8-ögletű török asztalra a
feketéjét, mert azt nagyon szerette, és nagyon szerette a vörösbort. Az én drága apámmal nagyon sokat kvaterkázgattak együtt, amikor ők Dunaföldváron ott nyaraltak nálunk. És aztán ugye akkor ők elég nagy társadalmi életet éltek, illetve hát Szűző férjhez ment az én nagybátyámhoz, és ők, hát mint a fiatalabb házaspár, ők erre-arra mentek, és ha valahova kísérni kellett Pista bácsit, akkor én voltam az, aki elkísértem őt, ugye én voltam akkor már 18 éves, és akkor kísértem őt a fészekklubba, például oda nagyon szerettem menni a fészekklubba. Egyszer ott volt valami mulatság, azt soha nem felejtem el. Valami kis zene is szóltán, gramofon vagy mi volt, akkor nem élő zene volt, én emlékszem rá, és akkor ott a színészek, művészemberek, minden. És a Strobl Zsigmond, ugye, aki szobrászművész, kiváló szobrászművész volt, hatalmas, nagy darab, szép szál ember volt, hát ő is olyan 80 fölötti. És akkor úgy megnézett engem, azt mondja, na te lány, tudsz táncolni? Hát úgy egy kicsit megijedtem, mondom, hát mit, valami keringő ment. A Strobl Zsiga bácsi engem megfogott, akkora tenyerei voltak, mint egy lapát. Fantasztikus nagy, hogy a szobrászoknak, és így úgy dobott, mint a labdát, úgy táncoltunk. Hát persze csak pár taktus, de olyan aranyos volt, nagyon kedves ember volt, és ő is már nagyon idős volt akkor. De azért jó hangulatuk volt, vidámak. Például egy-egy ilyen este vagy délután, ha ott voltam velük, állítom, hogy kellemesebb volt, és több humor hangzott el, mint ma egy érettségi találkozón. Annyira egymást heccelték, vicceltek, jópofáskodtak, nagyon-nagyon kedves emberek voltak, igazán. A nagy darab húsos csontot kirakja a tányérja mellé, egy kis tányérjára, és az Zsuzsu kérdezi, hogy apukát nem ízlik a hús? Hát mi baj van a hússal? Valami baj van vele, nem ízlik? Áj, édes lányom, ez a nagy hús, ez mind csupa csont. Hát kisült, hogy ő akkor mindig sétálgatott a Rákospatak mellett, az nem messze volt ott a fasortól, el tudott venni, sétálgatni, és akkor ott a kertes házak voltak még annak idején, és akkor a kutyáknak adogatott ebből a nagy hús, mint csupa csontból. Nagyon-nagyon szeretett élcelődni, nekem nagy, szinte hihetetlen, ugye, nagy barna, ilyen gesztenye barna loboncom volt, nagy hajam volt. Meg ne tudjam, hogy levágatod. Hát akkor jött divatba az ilyen kis úgynevezett maximka frizura, egész rövidre, és akkor ilyen göndörre be volt. És az osztálytársaim mind levágatták a hajukat, én meg már ezzel a nagy hajjal, már olyan kényelmetlen is volt, meleg is volt, nyárok. Mondom a Zsuzsinek, te Zsuzsu mama, mit gondolsz, hogyha én most levágatnám a hajamat? Mi lenne, azt mondja. Vágasd le, hát meleg, hát vágasd le, de mondom, a Pista bácsitól kikapok. Hát mondd már. És hála Isten előtte még megfestette azt, amit rólam akart festeni a boszorkánytáncra, azon nagy hajam van, és levágattam a hajamat, megyek haza ezzel a kis maximka frizurával, nyitom az ajtót, ő meg ott áll az előszobába, azt így rám néz végig, miért, azt mondja, a lányának odaszól, azt mondja, te mondd már, leányom, ki gyűjt be! Ezzel jelezte azt, hogy hát mit képzelek én, hogy levágatom a hajam. Na, amikor a boszorkány táncra engem lefestett, akkor a Lipi bácsi mondta neki, hogy te Pista, azt mondja, nekem is szükségem lenne egy ilyen fiatal lányra, mint a Gabi, nem tudom, mondta, hogy melyik képéhez, valamelyik képéhez kellene. A Gabi?
Hát hogy képzelette azt? A Gabi csak nekem állhat modell. Senki másnak. Abban az időben az, hogy egy ilyen családból származó leányzó elmenjen egy másik piktornak, olyan nem létezett. Szó nem lehet róla. Szó nem lehet róla. Na, aztán, mikor végre sikerült leérettségizni, még matekból is. Nem kívánóan. És nagy boldogan jöttem haza. Hát akkor olyan ritkán lehetett kapni pezsgőt. De az Üzinek megmondta, valahol hajts föl egy üveg pezsgőt, keríts egy üveg pezsgőt, és fölbontották, pukkant a pezsgő, hogy a Gabi érett lett. És osztálytársaimat is meghívhattam. Az én szobám közvetlen az előszobából nyílt a műterem mellett, az volt valamikor az Inas szobája, és nagyon jó kis szoba volt, és nagyon szerettem is, és ha jöttek a barátnőim, annyira szerette azt a, azt mondja, úgy csacsogtok, szeretem a csacsogásotokat hallani. Nagyon-nagyon szerette az ifjúságot. Jó volt náluk lakni. Meghatározó volt az én életemben az a 3 év, mert egy nagyon szerető családban voltam, a nagybátyám is, aki anyámnak az öccse volt, ő volt az Üzü férje, és ő is, hát ugye együtt nőttünk föl szinte, ő is nagyon szeretett engem, és az Üzü egy kiváló egyéniség volt. Még életemben ennyire intelligens, értelmes, okos nővel nem találkoztam. Ugye ő Párizsban született, ott járt iskolába. És perfekt francia volt természetesen. Középiskoláit pedig Svájcban végezte, egy nagyon híres leánynevelő intézetben, és akkor onnan került el ő Rómába, a Collegium Hungaricumba, könyvkötészetet tanult. Ő is olyan volt, mint én, hogy szeretett rajzolni, de nem művészi fokon művelte, viszont a könyvkötészetet nagyszerűen csinálta. Azt nagyon ügyesen csinálta. És a háború, illetve nem is a háború hozta haza onnan, de hogy is a háború, hanem az édesanyja halála. Amikor édesanyja meghalt Torokgyíkban, akkor az ilyen nagyon csúnya betegség volt. És mikor meghalt az édesanyja, akkor ő hazajött, mert a Pista bácsi teljesen maga alatt volt. Annyira nagy szerelem volt ez a Nagy Júliával való házassága, csodálatos házasság volt, és 20 évet éltek együtt, és 1928-ban a Juliska néni meghalt. Én sajnos nem ismertem őt, de mindenki azt mondta, hogy egy galamb lelkű, aranyos, kedves, nagyon helyes és gyönyörű nő volt. Úgyhogy a Pista bácsinak tényleg tökéletes modell volt. Nos, Zűzűről, én Pista bácsiról még azt szeretném elmondani, hogy ő 1900-ban, illetve 1800-as évek végén egyszer hazajött Sáregresre, az édesanyjához. Majd itt van egy lap, megmutatom, az van ráírva. Madame Csók, cze. Akkor így írták cézével. Cze. Ongroá rá volt írva, egy héten belül itt volt a levél. És azt írja neki, hogy hazamegyek, édesanyám, mert a malomnál lévő magyar jegenyén sokkal szebben kárognak a varjak, mint itt Debussy zenéje. Pedig szerette Debussyt.
de annyira vágyódott haza, hogy Sáregresre hazajöjjön. Sáregres. Hát Sáregrest én sajnos későn ismertem meg, már Pista bácsi halála után, amikor engem oda meghívtak egy képnek az átadására a református templomba. Hát ez a Sáregres egy csodálatos hely. A sárvíz, mint a gyöngyszemeket felfűzi a tavakat. És egész más a pára, más az árnyék, más a növényzet, valami csodálatosan szép. És Pista bácsit egyszer a szülei mondták, hogy jöjjön el vele, velük templomba, a Sáregresi templomba, amikor otthon volt. Azt hiszem, pont akkor az alkalomkor, amikor ő ezt a levelet írta, hogy hazajön. És el is ment a templomba, és akkor úgy magába bosszankodott, hogy mi a fenét keresek én itt, mikor a világ csodás templomai között jártam, a Szent István dóm, a Sixtus kápolna és a többi. Mit keresek én a Sáregresi falusi templomban, ahol ugyanaz az úrasztala van a mai napig, amit a csókék csináltattak akkor, és a Pista bácsi ott vette az úrvacsorát először, és valami olyan áhítat fogta ott el a templomban, nem akart elvenni, de olyan áhítat fogta el, és annyira áthatotta az első konfirmáltaknak az úrasztalához való járulása, hogy előtte megjelent egy kép, és azt mondta, ezt meg fogom festeni. A gyönyörű népviseletbe öltözött kis fiatal lányok, hát az az, ami most kint van a kiállításon, az úrvacsoraosztás, és hát akkor ez a kép Antwerpenben, ezt azt hiszem ott is elmondtam, Antwerpenben aranydíjat nyert, és ami a legfontosabb, hogy Párizsban 1900-ban megkapta a nagy arany érmet. Akkor, amikor Monet, Manet, Renoir, Degas és a többiek beküldik a képeiket, és egy magyar kis festő kapja meg az nagy aranyérmet 1900-ban. Hát ez egy akkora csoda volt, és nem azt a kis fehér templom belsőt díjazták nyilván, hanem azokat az arcocskákat, akiket lefestett. Valami csodálatos az a kép, eredetiben a galériában van most fönn, a Nemzeti Galériában, és ezzel ő megnyerte azt az értékű nagy aranyérmet, amit Eiffel a toronnyal. És ugye mi lett az Eiffel torony? Egy ország, egy város jelképe. És a mi kis képecskénk évtizedekig borosodott a galéria raktárában. Most ugyan kiállították, hát remélem, hogy ennek lesz valami eredménye még ennek a képnek, mert most azon harcolok, hogy a Pista bácsi megkapja a Magyar Örökségdíjat, mert ha valaki megnyeri a párizsi világkiállítást nagy aranyérmét, akkor a Magyar Örökségdíjat is megkaphatja, szerintem. Hát reméljük. Hogy így is lesz. Ez az úrvacsoraosztás. Ez a kedvencem. Ez a kedvencem. És ami érdekes, a Sáregresi templomban, református templom, ugye, ahol képek nincsenek. Egyik oldalon van az úrvacsoraosztás, másik oldalon pedig az Őcsényi keresztelő. És itt is a színek milyen csodálatos. Az úrvacsoraosztásnál feketék-fehérek, szinte azok tobzódnak. Az Őcsényi keresztelőn a vörösek. A vörös, a piros, a rózsaszín, a gyerek születése, az új élet. Hogy egy festő hogy gondolkodik, hogy ezt egész más színekkel kell megcsinálnom. Nagyon szeretem ezt a képet, az úrvacsoraosztást. Aztán szeretem az üzű sorozatot. Nagyon szépek az üzű képek.
Zűző a kokóval például, az annyira szép az a kis kép, ahogy, ahogy ott a kakassal lefestötte, annak az a története, hogy a szakácsnő elment és vett egy kakast a piacon, hazahozta. És annyira megtetszett az üzőnek, hogy nem engedte levágni, akkor ő ilyen kis pici lány volt. Tehát egy, egy pesti lakásban, hogy tartsanak kakast, ugye kukorékolt is hajnalba, hát nem nagyon örültek neki, hát hosszú ideig azért tartották. De egyszer a Zűzükébnél ott állt a kakas, és a Pista bácsinak ez egy olyan csodálatos kép volt, hogy rögvest lefestette. Olyan impresszió volt neki, hogy ezt meg kell csinálni, és lefestette ezt. Nagyon szépek a gyerekképei, és gyönyörűek a Balaton képei. Az viharban, az csendesen, az vitorlával, az szivárványjal, az, én azt hiszem, hogy Egri és ők a két óriás Balatonfestő csodálatos képeket csinált. Az Üző minden képet odaadott a galériának, vagy a Cecei Múzeumnak. Most a Cecei Múzeum úgy alakult ki, hogy az a régi kúria, az a családnak volt a háza. A bizonyos Bordács sógor is le van festve, ahogy bemegyünk az ajtónál, egy falfestmény van a Bordács sógorról, ahogy kínálják neki a bort. Remélem, hogy őszre megnyílik ez a múzeum, mert oda az összes bútort, a brüsszeli csipkéket, a fajanszokat, a porcelánokat, a szőnyegeket, a képeket, irományokat, tálakat, mindent odaadott az Üző. Ugye amikor én rátaláltam szegénykébre, teljesen kifosztva volt már. Ő maga fosztotta ki önmagát, mert ő ajándékozta oda, ingyen és egy fillér nélkül. És akkor kapott ő, ez a, ugye 61, a 60-as évek közepe, 1000 forint kegydíjat. És még képesek voltak ezt mondani, hogy kegydíj. Hát ez valami olyan taszító. Hát ez egy kegy volt, hogy ő milliárdokat odaadott. Úgyhogy tényleg ő egy múzeumot berendezett, és most még ez a célom, hogy a Jóisten adjon annyi erőt, hogy őszig még bírjam, és ezt a múzeumot sikerüljön berendezve látnom, mert akkor nyugszom meg, hogy érdemes volt. Én 20 éve harcolok ezért a múzeumért. Mert 20 éve onnan csak tűntek el dolgok, és mentek tönkre dolgok. Olyan bútordarabok vannak ott, hogy százezrek, milliókat érő egy-egy darab, egy-egy bútordarab. Vitrinek, szekrények, pamlagok, hát a brüsszeli csipkék, amik ott vannak. Hát remélem, hogy most majd minden helyre kerül. És kezébe vette egy ember, az Elsimon László államtitkár úr. Ő a székesfehérvári, vagy a Fejér megyei képviselő, és mint államtitkár ezekkel a dolgokkal foglalkozik. Hát most már ő adott annyi pénzt a múzeumhoz, hogy azt teljesen rendbe tették, felújították teljesen, és egy gyönyörű mellszobor van most ott. Annyira jó az a szobor. Még Pista bácsiról nem volt szobor, úgyhogy most avattak egy nagyon szép, kicsit huncutú, mosolyog, a kalap a fején, olyan aranyosan néz ki annál a szobornál. Szóval egy rendkívüli ember volt, és nagyon örülök, hogy az ő környezetében élhettem, mert én ma egész biztos, hogy nem lennék itt sem, na nem, mintha tudásban, de semmi szín alatt nem értem volna el azt az életemben,
hogy a gyerekeimet így tudjam nevelni, ilyen körülmények között, ilyen nem anyagiakban, lelkiekben.